A magyar érdemrend tiszti keresztjét is átvehették, kitüntették a pécsi olimpiai bajnokokat. A keresztben rejlő erő és a megbocsátás, nagyböjti lelkinap a ciszterci nevelési központban. 1800 diák vett részt a Zrínyi Ilona matematikai versenyen Baranyában, a legjobb 154 tanulót díjazták. Két nappal hosszabb a nagybőjt a görög katolikusoknál, különböznek a nagyheti szertartásaik is. Köszöntöm a nézőket, önök a Pécs TV közéleti magazinját, a Központot látják, tartsanak velünk! Az aranyérmes férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó tagjai, köztük a két pécsi nevelés, Knoch Viktor és Burján Csaba, a Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át március 8-án az Országházban. Az ünnepség után a PSN ZRT delegációja közös ebéden vett részt az olimpiai bajnokokkal. Liu Shaolin Sándor átveszi a vezetést, az utolsó kör következik, de jó ég, vezet a magyar váltó, Kórea bekavar még egy picikén, jönnek a kínaiak, de Magyarország nyeri az olimpiát, de jó ég, megvan az olimpiai bajnoki cím! Önök nem csak egy eddig példátlan sikert arattak Magyarországnak, de jó hírünket is vitték a nagyvilágba, hiszen egy sportoló az olimpián mindig az általa képviselt ország nagykövete is. Önök pedig kiválóan látták el azt a feladatot. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a téli olimpián sikeres szereplést elért sportolókat Orbán Viktor miniszterelnök, aki március 8-án az Országházban Áder János köztársasági elnök és Kövér László az országgyűlés elnöke társaságában kitüntetést adott át a 23. téli olimpián érmet és pontot szerzett magyar sportolóknak, köztük a két pécsi fiatal tehetségnek, Knoch Viktornak és Burján Csabának. A mostani olimpia mérlege egy aranyérem, egy negyedik, két ötödik és egy hatodik hely. 15 olimpiai pont és egy végtelenül szimpatikus csapat. Önök nem csak egy ideig példátlan, eddig példátlan sikert arattak Magyarországnak, de jó hírünket is vitték a nagyvilágba. És nekünk, magyaroknak ez fontos. Egy sportoló az olimpián mindig az általa képviselt ország nagykövete is. Köszönjük, hogy önök kiválóan látták el ezt a feladatot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fiatalok, mindezek után szeretném még egyszer megköszönni, hogy önök mertek nagy tervet kovácsolni. Merték azt álmodni, hogy akár mi, magyarok is lehetünk egy korcsolya nemzet. Köszönjük, hogy nem csak eltervezték, de végre is hajtották. Nem csak kitűzték a célt, de addig űzték, hajtották, amíg el nem érték. Szeretném megköszönni a munkáját mindenkinek, aki részt vett ebben a történelmi sikerben. És itt nem csak a sportolók, az edzők és a szakemberek rengeteg befektetett erőfeszítésére gondolok. Kellett ehhez még egy sportszerető nép is, amely az adójával és a szurkolásával biztos alapot teremtett a fölkészüléshez. Nincs abban semmi túlzás, hogy a magyarok mindig úgy érzik, és úgy is mondják, mi győztünk, mi nyertünk olimpiai aranyat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 8 év alatt ismét visszaküzdöttük magunkat a világ első harmadába. Sikereket érünk el a sportban, a művészetben és a tudományban is. Érdemes ezen az úton tovább mennünk a világ élvonala felé. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! A Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozat kitüntetés átvétele után a PSN ZRT delegációja együtt ebédelt a két pécsi olimpiai bajnokkal és családjával. A delegációt Vári Attila, a PSN ZRT vezérigazgatója, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó vezette. Nekem mindig az jut eszembe, hogy nekem milyen fantasztikus, boldog pillanatokat szereztek azok, akik szervezték anno ezeket az eseményeket, és én is ezt szeretném átadni a fiúknak, hogy fogalmaztam, hogy ez mindig is az egyik legboldogabb pillanataik között sorolható legyen majd, amikor visszaemlékeznek, és remélhetőleg, hogyha sportvezetők lesznek, akkor ők is majd a tanítványokkal, vagy olyan sportolóknak ilyen pillanatokat szerezzenek. Magában a parlamentben, meg ott a Szent Korona mellett egy ilyen eseményen ülni, az mindig libabőrzök, és tényleg sokan mondják, hogy már kezdünk öregedni, hogy ott kicsit elpityeredünk, de annyira megható volt ez az esemény,
esemény, ez is, meg amikor vártuk őket, minden egyes ilyen pillanat, ezeket meg kell élni, és nagyon jó ebből meríteni, amikor nehezebb pillanatai vannak az embernek, fáradtabb egy kicsit, de hát ezért dolgozunk, és azért köszönöm mindazon embernek és mindenkinek, aki segített a fiúknak, vagy segít a sportnak ebben az országban. A két pécsi olimpiai bajnok hasonló érzésekkel vett részt az ünnepségen az országházban, mint Vári Attila. Nagyon szép rendezvény volt, természetesen is, hogy ennyien eljöttek, és ilyen közögi méltóságoktól vettük át a díjat. Egyébként tegnap ráadásul a köztársaság elnök úrral vacsoráztunk, úgyhogy szép pár napon mögöttünk. Nehéz visszaszökkenni, de ugye volt két junior lánynak már versenye is volt, úgyhogy azért nem panaszkodhatunk, hogy mi nekünk itt a legrosszabb, de nehéz visszaszökkenni. Úgy érzem, hogy azért ma már úgy ki tudtam magam pihenni, ma már úgy ébredtem, hogy újra 100%-os vagyok, úgyhogy most így holnap utazunk a VB-re, úgyhogy pont időben. A két pécsi olimpiai bajnok élete nem állt meg ezzel a győzelemmel, hiszen nyakukon a világbajnokság, ahol szintén teljesíteniük kell. Hát meghívtak minket ilyen szép helyekre, de igazából mi szombaton az jöttünk az olimpiából, és olimpiáról is szerdán nekiálltunk edzeni, úgyhogy szépen visszacsöppettünk a saját hétköznapjainkba. A szövetség megpróbál egy kis burkot tenni körénk, hogy tudjunk készülni a VB-re, és ne pedig minden nap média megjelenésekkel legyen széttüzelve a napunk. Úgyhogy hát talán majd a VB után még lesz egy pár kör, amit meg kell futnunk. Nagyon sokat jelent ez nyilván a családnak, hogy ők azért a Balástól kezdve azért az elmúlt, nem is tudom, 20-25 évet egyik pálya mellett töltötték, és hogy ideig eljutott ez a sport úgy, hogy ahonnan ők látták elindulni. Úgyhogy nyilván nagyon boldogok. Nagy megtiszteltetés azért egy ilyen esemény mindenképpen. Szerettem én is azért visszanézni ezeket a videókat, ugye itt is lejátszották ezt a történelmi pillanatot, úgyhogy hát amint mondom, mindenki próbáljuk élvezni, azért nyilván az emberben van egy kis szorongás az ilyen neves alkalmakon, de próbáljuk élvezni. Most így pontosan erre a következő versenyre szerintem így nincs rajtunk nagy nyomás. Ami mindig rajtunk van, ugye magunknak akarunk jól korizni, nyilván nem vagyunk elégedettek, hogyha mondjuk az ötödik helyen végzünk, vagy a hatodikon, úgyhogy a saját magunk önbecslése miatt szeretnénk megint egy jó eredményt elérni szerintem. A kormányfő az ünnepségen arról is beszélt, hogy a magyar olimpikonok óriásokkal versenyeztek. Az erőforrások nem is említhetők velük egy napon, hiszen míg például Kína 2000 fedett jégpályát épít, Kanadában pedig 7000 van, Magyarországon 150 igazolt korcsolyázó van és 22 fedett jégpálya. A kormány azt szeretné, hogy minden megyei jogú nagyvárosban legyen egy fedett jégpálya, Budapesten pedig egy tucat. Nagybőjti lelkinapot tartottak szombaton a Ciszterci Nevelési Központban. A cél az volt, hogy lazább keretek között valódi találkozásokat éljenek meg a gyerekek és a pedagógusok egymással és önmagukkal. A keresztben rejlő erő és a megbocsátás, ez volt a mottója a Nagybőjti Lelkinapnak a Ciszterci Nevelési Központban. A művészet, a zene és a sport segítségével fejezhették ki a gyerekek, hogy nekik mit jelent a hit, a nagybőjt és az egymásra figyelés. A nagyobbak az egész tanév során többször vállalnak olyan feladatokat, melyekben az alsósoknak számolnak be hitükről és segítik őket elindulni a hit útján. Az egész úgy kezdődött, hogy nagyon sokszor szoktam itt iskola miséken minisztrálni, és ezért Marcsi néni megkért legelőször, hogy tartsak ilyen oratóri imádságot, és megmondott egy példát, például Jézus élete, vagy hogy mivel lettünk jobbak az Isten szemében, és erről kellett beszélni, nem erről beszéltem nekik, tanácsokat adtam, vagy fölidéztem egy bibliai részletet, és erről meséltem nekik, és próbáltam minél több dolgot mondani nekik, amik hasznos. Válaszokat ad, szóval sokszor felteszek nekik kérdéseket, amire ügyesen szoktak válaszolni, és ebből én is tudok tanulni. És azt is meg tudom tanulni, hogy hogyan kell így a gyerekekkel bánni, hogyan kell viselkedni, mit, hogyan kell csinálni, hogy a szemükben jó példák lehessünk, és hogy megtanulom hát, hogy hogyan kell velük viselkedni. Marcsi néni múltkor megkért, hogy segítsek nekik oratóriumot tartani, és beszéljek nekik a kiközösítésről, meg hogy miért jó szeretni egymást, miért vagyunk úgymond testvérek, hogy miért nem kell egymást bántani, miért
szeretjük egymást, miért nem? Ütjük, verjük egymást, rúgjuk föl, és nekem meg abban segít, hogy tudjak egy kicsit jobban figyelni a kicsikre, mert én nagyon sokáig óvónő szerettem volna lenni, és ez még mindig fennáll nálam. Nagyon aranyosak voltak, nagyon sokan válaszoltak a kérdéseimre, és nagyon sokan hozzá is tettek, hogy értik, amit mondok, és hogy ők ezt befogadják tőlem. A gyerekek olyan feladatokat kaptak, ahol a közösségben rejlő erőt tapasztalhatták meg. Azt, hogy együtt sokkal könnyebb, és az ilyen alkotásban mindenkire szükség van, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Elmentünk az osztályon a templomba, és végigjártuk a keresztutat, aztán fölmentünk a toronyba, és kijöttünk. És visszajöttünk ide. Én hitoktatóként igazából próbálok a saját osztályommal is lenni, mint osztályfőnök egy-egy programban, de ugyanakkor az általam tanított osztályokban is segíteni. Az előbb egy keresztutat jártunk végig az első év folyammal, ott 3 osztály van, és a Robi atyával ketten mentünk végig egy keresztutat velük, majd utána fölmentünk a toronyba, hogy az altemplomból föl a toronyba, hogy Krisztus is a feltámadásban felszállt. A keresztben rejlő erő és a megbocsátás kérdése minden hívő emberben felmerül. A válaszokat közösen lehet megtalálni, erőt merítve egymás gondolataiból, tapasztalataiból. Számomra azért fontos, hogy tudjam, hogy Isten mindig velem van, és segít nekem minden problémámban, és szerintem az embereknek is ezt mindenkinek tudnia kéne, mert Isten mindenkit szeret. A lelki napon a pedagógusok is sokat tanultak a gyerekektől, de ők az egész év során rengeteg szeretetet és figyelmet kapnak tanítványaiktól. A hittantanításban az az érdekes, hogy nem csak én adok, tehát hogy megvan egy tematikája, hogy mi az, amit le kell adni tananyagként, de ami a szépség az egészben az, hogy egy lelkülete is van az egésznek. És hogy a lelkületben nem csak én adok a gyerekeknek, mert próbálom a tudást átadni, próbálni átadni azt, ami bennem van. Bennem, hogy milyen kapcsolat van köztem és Krisztus között. És nagyon sokszor az van, hogy a gyerekektől kapok még többet. Tehát, hogy a Szent Háromságban meglévő szeretett kapcsolat sokszor visszatükröződik abban, ahogy a gyerekek egymáshoz vagy hozzám viszonyulnak. És ez hatalmas töltete van ennek a szeretetnek. Hogy ezt megélni, ez egy csodálatos dolog, én szerintem. Ez a mai nap, ennek is igazából ez a lényege, hogy a hitoktatásban nem csak egy tantárgyat tanítunk, hanem az is benne van, hogy egy lelkiséget is. Hogy a gyerekek nem csak egy anyagot adjanak, vagy kapjanak, és adjanak utána vissza, hanem legyen mögötte egy lelki töltet is. Legyen mögötte az, hogy igen, foglalkozunk máshogy is a Jóistennel, foglalkozunk egymással, és hogy egy kapcsolat legyen. És ez a kapcsolat egy szeretett kapcsolat legyen, és ne csak egy Facebook kapcsolat, vagy egy Facebook ismerettség, hanem igenis legyen egy olyan töltet mögötte, ami összeköti a gyerekeket. Észrevétlenül elszaladunk kórházak, hospice-osztályok, templomok, koldusok és magukba roskadó emberek mellett. A lelki napon ezekre az útkereszteződésekre is felhívták a gyerekek figyelmét. Nem mindegy, hogyan válaszolunk a szenvedés látványára. Fontos, hogy a bibliai Simonhoz, Veronikához, Máriához vagy Jánoshoz hasonlítsunk, azaz értő szeretettel tekintsünk a keresztre. Összesen 34 ezer tanuló jelentkezett idén a Zrínyi Ilona matematikai versenyre. Baranyában 1800 diák írta meg az első fordulót. A 154 legjobb eredményt elért tanulót hívták meg az eredményhirdetésre az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskolába. 16 diák jutott a március végi kecskeméti országos döntőbe. A pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskolában tartották a 29. országos Zrínyi Ilona matematika verseny Baranya megyei eredményhirdetését. A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése, melynek területi és országos fordulója van. Baranya megyében a verseny lebonyolítását az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola vállalta a kezdetektől, vagyis az 1992-93-as tanévtől. Mindig fontosak a versenyek, mert a gyerekeknek egy megmérettetési
lehetőséget adnak arra, hogy bizonyítsák, hogy ők milyen jól felkészültek. És ezt a versenyt én még egyébként és sok kollégám hozzám hasonlóan azért tartjuk fontosnak, mert a logikus gondolkodást méri, és nyilván az erre való felkészülés az a logikus gondolkodást fejleszti, amire nagyon nagy szükség van. Az iskolánk egy 12 év folyamos iskola, 8 osztályos általános iskolával és 8 osztályos gimnáziummal. Nyilván fontos a tehetséggondozás is, de nagyon fontos szerepet látunk abban is, hogy itt a város peremén azoknak a gyerekeknek is nyújtsunk lehetőséget az érettségire való felkészülésben, akik lehet, hogy egyéb segítség hiány ezt nem tudnák megtenni, tehát azért a tehetséggondozás mellett a felzárkóztatás, a hátrányos helyzetűeknek a nagymértékű segítése is nagyon fontos számunkra. Sok tehetséges gyerek van, de sok van köztük olyan, akiknek a háttere, ilyen-olyan háttere, az nem nagyon segíti, ezért elég nagy küszködés, hogy belőlük ki lehessen hozni azt, ami bennük rejlik. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a 2-től 12. osztályos tanulók logikus gondolkodását kívánják mérni. A versenyt teszt formájában bonyolítják le, kódlapon kell bejelölni a helyes megoldást. 2-től 4. osztályos tanulóknak a 25 feladatra 60 perc, az 5.-6. osztályosoknak 25 feladatra 75 perc, és a 7-től 12. osztályos tanulóknak 30 feladatra 90 perc áll a rendelkezésükre. A versenyen semmilyen segédeszköz nem használható. Ez egy egész országra kiterjedő, sőt határainkon túlívelő verseny. 64 ezer versenyző indult most ezen az első fordulón. A megyénként megírják a gyerekek az első fordulónak a feladatsorát, és minden megyében van egy eredményhirdetés. Ide minden évfolyamból 2-től 12. évfolyam még a legeredményesebb 15 versenyzőt hívják be, és innen jutnak tovább, hát létszám arányosan is, de a legjobb, illetve az első kettő legjobb évfolyamonként az országos döntőre. Most Baranyában több mint 1800 nevező gyermek volt. Az országos döntőn tavaly is nagyon-nagyon jó helyezéseket értek el, nagyon büszke voltam rájuk. Hát itt tudni kell azért, hogy a budapesti fazekas gyakorlóiskola és a nagy-nagy matematika tagozatos iskolák mellett azért nagyon nehéz ott az élmezőnyben szerepelni, de 3-4 diákunk is ott volt a díjazottak között. Azért is rendkívül népszerű, mert ez egy tesztverseny, annak ellenére egyébként nagyon nehéz szerintem. Nem szabad téveszteni, nem szabad elrontani a kódlapot, rendkívül gyorsan kell gondolkodni, és hát a tesztes feladatoknak is megvan az a hátulütője, hogy roppant nehéz és pillanatok alatt kell a gyereknek koncentrálni. A résztvevők közül sok volt határon túli, azaz felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és vajdasági magyar diák. Baranya megyében 8 város 14 iskolájában zajlott a megyei forduló 1749 résztvevővel. Ez a 14 iskola biztosította a verseny lebonyolításához a feltételeket. Közülük a legeredményesebb 154 diákot jutalmazták az eredményhirdetésen. Én azért szeretem, mert gyakorlatilag minden természettudománynak ez is az alapja, illetve szeretem a fizikát, a kémiát, és ezeket teljesen kiegészíti, illetve jó alapot biztosít a reáltárgyakhoz. Most nekem nagyon jól sikerült, szerencsére. A korábbi éveket egy-kettőt elrontottam, de többször voltam már ezen az eredményhirdetésen, és most azt remélem, hogy második vagy első leszek. A 154 tanuló legtöbbje az egyéni versenyben ért el kimagasló eredményt, de vannak köztük olyan diákok, akik az egyéni versenyben ugyan nem kerültek évfolyamukon a legjobb 15 közé, de két iskolatársukkal együtt csapatban nyújtott kiemelkedő eredményükkel kerültek a díjazottak közé. A legeredményesebb felkészítő tanárokat is jutalmazták. Az országos döntő idén Kecskeméten lesz március 28-tól 30-áig. A görögkatolikus egyház szerint is a legnagyobb keresztény ünnep a húsvét, de ők is sajátos módon tartják a nagyböjtöt, valamint a nagyheti szertartások is részben eltérnek a római katolikus rítustól. Böjti időszakban a liturgikus terítőket és ruhákat is bordó színűre cserélik. Ez a szín ugyanis a keleti egyházakban a vértanúság a böjti időszak áldozatvállalásának és a Szentlélek tüzének szimbóluma.
A görögkatolikus egyházban a nagybőjt már két nappal korábban elkezdődik, mint a római katolikusoknál, azaz a hamvazó szerda előtti hétfőn. A böjt a lelki felkészülés újjászületés időszaka, melyet a test aszkézise tesz teljessé, hogy így módon a hívek méltóan ünnepelhessék majd Jézus feltámadását. Azért is érdekes ez, mert egy egész hetet tudunk így kezdeni, és az Úrral tölteni már. A mi böjti időszakunkban mondhatni, hogy a böjtben nem annyira a mennyiségi korlátokra figyelünk oda, hanem hogy mit veszünk magunkhoz. Ugyanez a cselekedeteinkben is, hogyha eddig bűnökben bűnöket hajtottunk végre, odafigyelünk jobban arra, hogy ne tegyük. És odafigyelünk arra, hogy ha lehetséges, előrébb, közelebb kerüljünk az Istenhez. Azért érdekes ez, és azért fontos, mert az igazi boldogságunkat csak az Istennél találjuk meg. Lehet, hogy ez fiataloknál még nagyon-nagyon távoli időpontnak tűnik, de valljuk be azért, az Isten mindenkinek jelenkezik az életében. És akkor, amikor jelenkezik, akkor nem tudjunk megfelelő választ adni neki, megfelelő választ, igent az ő kérdésére. Ezért fontos a böjti időszak. Megtisztulás, a bűnöktől való elfordulás, Istenhez, Jézus Krisztushoz való oda közeledés. A keleti egyház előírása szerint nagybőjt első napja és nagypéntek szigorú bőjt, melyből csak ez a kettő ilyen van a görögkatolikus egyházi évben. Ez a húsos, zsíros, tojásos ételektől és a tejtermékektől való tartózkodást jelenti. Kivételt képez a hal fogyasztása. A szigorú bőjt megtartása 21 és 60 év között kötelező az egészségeseknek. A szigorú bőjt különösen szigorú változata csak kenyér és víz magukhoz vételét jelenti. A feltámadás ünnepe, és ezt már előkészíti a virágvasárnap ünnepe, Jézus Krisztus bevonulása, ez annyiban szebb és annyiban másabb, hogy valóban mi ilyenkor barkát szentelünk, körbe megyünk a templomon keresztül, nem csak tanúságot teszünk hitünkről, hanem azt az örömöt, amellyel Jézus Krisztus bevonul, visszük mi is az életünkbe. Természetesen nagypénteken mi is elhelyezzük az Úr Jézus Krisztus testét jelképező leplet a Szent Sírban. Nem annyira a szomorúság, hanem inkább a bizakodás van jelen a szertartásainkban, hiszen tudjuk, tapasztaljuk, hogy Jézus Krisztus a halálból föltámad, megtöri halálával a halált. Legfőképp már ez az átvezetés, ami fontos a mi életünkben. Nem csak a szomorkodás, nem csak a fájdalom, hanem az Isten országának jelenléte, jelen való tapasztalata számít. Húsvétkor, a pászka szentelésben megjelenik ugyanúgy Jézus Krisztus feltámadási műve, feltámadt és új életet adó műve. A pászka szentelés, amelyben a húsvétkor, éppen a magyar éppen ezért fogalmaz úgy, hogy újra magunkhoz vesszük a húst, a pászka szentelés által valami másabb életet kezdünk el, folytatunk. Nem kell ilyenkor visszaszoknunk azokra a bűnökre, amelyeket már letettünk, hanem Krisztus feltámadása által újabb lendületet véve haladjunk az ő országa felé. Nagyböjt hétköznapjai a bizánci rítusú egyházakban a liturgikus napok. Ez azt jelenti, hogy ezeken a napokon szent liturgiát nem végeznek, mint hogy az eukarisztia ünneplésének öröme nem fér össze a böjt bűnbánati jellegével. A görögkatolikus egyház azonban gondoskodik arról, hogy ne csak vasárnapokon lehessen részesülni a szentségvételében, ezért nagyböjt idején szerdán és pénteken az előre megszentelt áldozatok liturgiáját végzik, ami tulajdonképpen vecsernye, vagyis alkonyati istentisztelet, szent áldozással összekötve, mely alkalommal az előző vasárnap átváltoztatott szentséget osztják ki. Ezt jelzi az előszentelt kifejezés a szertartás elnevezésében. Böjti időszakban a liturgikus terítőket és ruhákat is bordó színűre cserélik. Ez a szín ugyanis a keleti egyházakban a vértanúság, a böjti időszak áldozatvállalásának és a Szentlélek tüzének szimbóluma. Magyar rekordot vívtak ki egy pécsi iskolában. Szombaton számolták össze azokat a puzzle képeket, melyeket alig fél év alatt raktak ki a Bánki Donát utcai általános iskolában. Az 588 képpel meglett a hivatalos magyar rekord.
gőzerővel rakták a puzzle-t a gyerekek szombaton az iskola zsibongójában. Ennél az asztalnál már össze is állt a végeredmény. A puzzle egy csoportképet ábrázol az osztályról. Nehéz volt összerakni? Igen. De sikerült, elsők között véget. Egy picit volt nehéz. Lassan fél éve a mindennapok része itt ez a játék. Így nem csoda, hogy olyan gyerkőccel is találkoztunk, aki ez idő alatt jóformán a téma szakértőjévé vált. A puzzle kirakás szerintem a formájától és a számától függően nehéz, de persze attól is nehéz lehet egy puzzle kirakása, hogy vannak rajta ábrazolva a motívumok, ezért nagyon oda kell figyelni. Egy puzzle szerintem a szélével kell kezdeni, és onnan befele haladva a közepére. A jól ismert képkirakós játékot most nem csak kedvtelésből űzték az iskolások. E napon ugyanis a rekordkísérlet zajlott a Bánki Donát utcai általános iskolában. Az volt a cél, hogy az országban, de talán a világon is a legtöbb kirakott képpel dicsekedhessen a pécsi iskola. Hogy ez sikerült-e, azt hamarosan megmutatjuk. Előbb viszont járjunk utána, hogy kezdődött a puzzle őrület a suliban. Az iskola folyosóján a tablók mellett nem is látni mást, csak a puzzle alkotásokat. Közöttük a legelsőt mutatja az iskola igazgatója. Ez az első kép, amit a gyerekeknek megmutattam, ezt én a saját gyerekeimmel raktam ki otthon. És amikor megmutattam iskolagyűlésen, rá egy órára már hozták az osztályok a saját termeikben megtalálható puzzle képekből kirakott következő képet. Úgyhogy már azon az első napon egyből volt két képünk, és jöttek, és hozták az összes többi képet. Az ötlet onnan jött, hogy a gyerekek nagyon sok időt töltenek a számítógép és a virtuális világban. Ezért szerettük volna őket onnan kimozdítani, és egy olyan alkotó tevékenységbe bevonni őket, ami élményekkel és örömteli pillanatokat tud számukra okozni. Mikor merült fel először, hogy ebből esetleg akár még rekord is lehet? Én rögtön az elején a gyerekeknek felhívtam a figyelmét arra, hogyha nagyon sok kép érkezik, akkor mindenképpen megpróbálunk a magyar rekordok közébe kerülni. Mi már láttuk, hogy nagyon nagy számban érkeznek a képek, és ezért már a téli szünet előtt mondtuk nekik, hogy várhatóan a tavaszi időszakban a magyar rekordok közébe fogunk kerülni. Ti voltatok az elsők, akik a legnagyobb darabszámban az általatok készített puzzle kép ütemnél megvalósítottátok ezt a közel 600 darabos kiállítást, egészen pontosan 580 volt befejeződött 8 darab puzzle képpel az ország legnagyobb kiállítását. Vagyis most már hivatalos a siker. A képeket a Magyar Rekordokat Regisztráló Egyesület elnöke számolta meg, és persze hozzáadta a szombaton kirakott 12 alkotást is. Nagyszerű, és én azt gondolom, hogy felemelő érzés itt az iskolában lenni azért, mert megint egy olyan magyar rekord született, amelyek a gyerekek alkotókészségével, lelkesedésével kapcsolatos. Ezek a képek azért is különösen értékesek, hiszen az iskola kezdeményezésére a gyerekek otthon, családi körben, szülővel, testvérrel együtt készítették el, és miután meghirdették egyébként évközben ezt az akciót, lényegesen nagyobb darabszámban érkeztek a gyűjteményre képek, mint azt előre számították, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép példája annak, hogy a mai gyerekeknek is fel lehet kelteni az érdeklődését. Hasonló kaliberi pécsi rekordokról be tudunk ezt számolni. Egészen más tematikájú pécsi rekordról természetesen igen, hiszen, ahogy az előbb is mondtam a köszöntőmben, nagyon-nagyon sokszor jártam már itt a városban, és nagyon remélem, hogy még többször sor kerül pécsi rekordokra is. Legutoljára egyébként a tél közepén, amikor a legnagyobb gyírosz magyarországi rekordját sikerült itt helyben felállítani, ami egy tipikus gasztronómiai rekord. Sebestyén István szerint bármikor tovább bővülhet a pécsi rekordok listája, erre az eddigi csúcsokból ítélve is van remény. Az iskola vezetése pedig reméli, hogy a most kivívott rekordot minél tovább tudja tartani az intézmény. Ez volt erre a hétre a Központ, a Pécs TV közéleti magazinja. Jövő szerdán találkozunk. Ha tehetik, töltsék a szabadban a hosszú hétvégét. Viszontlátásra!